Ha a koponya nem is erre utal, de nagyon veszélyes kerékpárral közlekedni a 471-es főúton. Ezért épül most kerékpárút Nyírbogáton a főút mellett. Ennek a logikája az, hogy van egy a 471-es főút. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a 471-es főút mentén élők biztonságosabb közlekedése érdekében épül mindent érintett településen kerékpárút. Reményeink szerint Debrecentől egészen Szatmárnémetig egybefüggő kerékpárúton lehet majd eljutni, ha a belterületi szakaszok megépülnek. A belterületi szakaszok építése nagyon fontos ilyen tekintetben, mert a 471-es főútvonal az a legbaleset veszélyesebb útvonalak egyike. Nyírbogáton is nagy szükség volt a beruházásra, villanyoszlopokat kellett áthelyezni, és a szükséges közműkiváltásokat is el kellett végezni az építkezés előtt. A belterületi szakasz 597 millió forintból épül. A településen élők szerint már nagy szükség volt a kerékpárútra. Napi szinten veszem igénybe a kerékpárutat, nagyon jónak találom, nagyon jó megoldás volt, hogy ezt létre tudták hozni, nagyon biztonságos, örülünk neki nagyon. Nyírbogáton október végére fejeződik be a belterületi szakasz megépítése, amely összeköti a Nyírgelse és a Nyírbátor felé haladó külterületi szakaszokat, valamint a Mária Pócs felé induló turisztikai kerékpárutat. Ezt a területfejlesztési operatív program jóvoltából tesszük meg Nyírmihályban, Nyírgelsén. Most épül a kerékpárút itt Nyírbogáton, elkészült Nyírbátorban a belterületi kerékpárutak hálózatosítása. Nyírcsászáriban felújítottuk a belterületi kerékpárutat. Ilyen formán azt kell, hogy mondjam, hogy a 471-es mellett a választókerületben egybefüggő kerékpárút hálózattal rendelkezünk a 471-es főútvonal mellett. A teljes beruházás 19 szakaszból áll, az érintett településeken belterületi és külterületi kerékpárút is épül. A program összköltsége 4,5 milliárd forint.